Akkor elkezdjük a nő szerepének a harmadik és a befejező részét, legalábbis egyelőre úgy néz ki, és ezt el fogjuk kezdeni Malakiás második fejezetnél, 14-es vers az, amivel kezdjük. És azt mondjátok, miért? Azért, mert Jahova tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége között. Akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett ez az egy? Elohimtől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást. Ezt mondja Jahua, Izraelnek hatalmassága, és aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek hatalmassága, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalárdkodjatok. Jahua és Izrael kapcsolatáról beszél. Hamar a korábbiakban le is írja ezt egyébként. Hűtlenné lett Jahúda, utálatosság támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Jahúda Jahuának szentségét, amelyet ő szeret, és idegen Elohimek lányát vett el. Magát hasonlítja az ifjúság feleségéhez, és az idegen hatalmasságokat pedig úgy veszi, hogy azzal őt megcsalta. Azonban szerintem érdekes az, hogy arról beszél, hogy megcsalta az ifjúságának feleségét. Ő ezt így képzelte el az emberek között is. Az ifjúság, hogy az embernek egy felesége van. Nem feltétlen egy úgy, értem, hogy most az, hogy egy darab vagy több, de én nekem meggyőződésem, hogy az ő általa elképzelt rendszer az valójában egy az egyben volt. Egyáltalán nem azt mondom, hogy nem lehet több, vagy ő az elítéli, hiszen egyeteművé tette, hogy nem. Én valahogy úgy érzem az egészből, hogy az ő elképzelése az volt, hogy van egy, és kész. De mégis mindegy is, hogy én mit gondolok. A lényeg az, hogy arról beszél, hogy megcsalta őt, és ez a társa, a társ egyébként ez a kifejezés, megmutatom, ez haberet, vagy haveret, és ez feleség, vagy hitves, egy társul adott nő. Hogyha megnézzük, hogy milyen szóból ered, akkor ugye a haber, ami egy melléknév, és azt jelenti, hogy egyesült vagy szövetségben álló társ, embertárs vagy barát. Egyébként azt írja itt, hogy innen ered a magyar haver kifejezés, amit az utcanyelvben használunk. Ha még visszább megyünk, akkor megtaláljuk az igét, a habár, és ez pedig összekapcsol, vagy összekapcsolódik, egyesül, szövetkezik, összeér, vagy érintkezik valakivel. Ha megnézzük a Gesinius-t, ugyanezt fogja elmondani. Szóval ez a kifejezés társad. A feleség az természetesen Isa, és a szövetséges pedig Brit. Ugyanaz a Brit, ami ugye az
idézőjelbe tett új szövetség neve a brit Hadasa, mint új szövetség vagy szövetség, és a megújult szövetség. Szóval ez egy szövetségkötés, egy szerződés, egy megállapodás. Ez a házasság. Társa, aki egy szövetséges tulajdonképpen, akivel szövetséget köt, szerződést köt, és ez lesz a felesége. Arról beszél, hogy az ifjúságod felesége. Ha megnézzük azt a szót, ifjúságod, akkor az nörim, a kifejezés, és gyermekkort jelent, fiatalkort, fiatalságot, ifjúkort vagy ifjúságot. És a szó magából, a nárból ered, az pedig én úgy értelmezem, hogy amit ő kitalált az az, hogy két ember az ifjúságukkor egymással szövetséget köt az útjuk elején. Most az, hogy ez mikor van, vagy hogy van, az teljesen mindegy. De én egy ideális esetre gondolok itt. Két ember az útjuk kezdetén szövetséget köt, és aztán éli az életét, és együtt változik ezen az úton, az alapján, amit megtanul Jahua útjáról, és egymás segítve fog végighaladni ezen az úton. Szerintem ezért neheztelt rájuk, vagy hát nyilván többek közt ezért, de ezért mondja azt, hogy ifjúságod felesége. Tisztában vagyok azzal is, hogy van számos példa arra az írásban, amikor idősebb férfi elvesz fiatalabb lányt, vagy nőt, vagy elvált, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, legalábbis én úgy értelmezem, hogy ez volt az ő célja ezzel. Hiszen ezért alkotott egy segítő társat a férfinak, hogy úgy járják ezt az utat, hogy a segítő társ végig támogatja őt ezen az úton. Utána viszont azt írja, hogy ugye ő Jahua tesz bizonyságot a két fél között, akit megcsalt. A megcsalt egyébként Bagad, ami annyit tesz, hogy hűtlen, áruló, családmódon cselekszik, viselkedik, becsap vagy félrevezet valakit. Ezen kívül elrejt vagy befed, hűtlenkedik, elpártol, elárul valakit, vagy félrevezet vagy becsap valakit. A férfi az, aki becsapta a feleséget, utána azt írja, hogy nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. Nyilván arról beszél, hogy azok, akik az ő útját követték, és a szövetségben jártak, azaz a Tora szerint jártak a hitükből, azok ezt nem tették meg. De ha tovább gondoljuk ezt egy házasságra, egy valódi házasságra, akkor látjuk, hogy mi az, amit mondani szeretne. Ebben a kapcsolatban nem teszi meg azt a férfi, amennyiben van lelke, ez a lélek pedig nem más, mint ruach. Az, ami az ember maga, a szellem az emberé, vagy pedig Jahuáé. Lehellett lélegzett egyébként a jelentése. Még egy dolog, az pedig az, hogy mert gyűlölöm az elbocsátást. Shalach, küld, elküld, kiküld, szabad folyást enged valaminek, elereszt, elenged, elbocsáttatik, elűzetik, elhajtatik vagy elsodortatik. Ezen kívül ugye a Gesinius annyit tesz, hogy küld, nagyjából egyetért szerintem az Óhéberre. Szóval ez az elbocsátás az, amiről a Mashiach beszélt, mikor megkérdezték, hogy elbocsáthatja-e a férj bármi okkal a feleséget. És arra mondta, hogy nem, hiszen házasságtörés követel, ha ezt teszi, hanem csak akkor, ha paráznaság okával. Erről az elbocsátásról beszélt. Ez az, amit ő gyűlöl. Azt írja
Jobb, nézzük meg az első verset először. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Később meg fogjuk érteni, hogy miért beszél a hajadonra, de nézzük meg a szövetséget. A szövetség ugyanaz a brit, amit az imént láttunk, ahogy a szövetség a feleséggel, illetve az ifjúságának a feleségével az embernek. Ugyanarról a szövetségről beszél itt Jobb, csak ő a szemeivel köti ezt a szövetséget, és arról beszél, hogy a hajadonra ő nem ügyel semmit. Ayin a szem, ami ugye a karakter Ayin, és a hajadon pedig egy betula, aki lehet, de megmutatom, aki lehet egy szűzlány, vagy pedig szexuálisan érintetlen, ugye ez végül is lehet, aki el van jegyezve. Ha pedig megnézzük a Gesinius-t, arról beszél, hogy ez egy frissen házasodott fiatalasszony, illetve ugye átvitt értelemben Izrael. 9-es. Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján, az én feleségem másnak őrőjön, és mások hajoljanak rája? Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Amiről beszél az az, hogyha az asszony az isá, valaki másnak a feleségéről beszél. És azt mondja, hogy ha másik asszony után leselkedett volna, akkor az egy gyalázatosság lenne, és egy bűn. A bűn az ámon, annyit tesz, mint romlottság, gonoszság, bűn. Azt akartam bemutatni ezzel a kettővel, hogy a házasság az egy szövetség, egy szerződés két ember között, amivel tisztában volt mindenki, aki az utat járta, hogy ez egy komoly dolog, hiszen ezt Yahuwah lépten nyomon az emberek értésére adta. És a házasság azért is fontos, hiszen a házasság egy képe annak, ahogyan mi kellene, hogy viselkedjünk. A férfi és a nő kapcsolata egy példa arra, ahogyan az emberiség kellene, hogy viszonyuljon az atya felé. És hogyha mindenki a saját szerepében munkálkodik, akkor mindenki tanul belőle, és jobban tudja járni az utat. És jobban megérti azt, hogy mi az, amit tennie kellene. Még egyet megmutatnék. Nézzük azt, hogy ezek után látjuk, hogy a házasság. Azért akartam megmutatni ezt a kettőt, mert ritkán kerül elő ez a két vers a házassággal kapcsolatban. És szerintem a többit már annyiszor hallotta mindenki, hogy igazából sok újdonságot nem hiszem, hogy kiszedünk belőle, de ez egy nagyszerű alapot fog biztosítani ahhoz, ami most következik. Ez pedig 1. Sámuel 19.11. 1. Sámuel 19.13-as verstől. És követeket külde Saul a Dávid házához, hogy reá essenek és reggel megöljék őt. De tudtára adá Dávidnak Miká, az ő felesége, mondván, ha meg nem mented az életedet, az éjjel holnap megölnek. Azért szerettem volna megmutatni ezt, mert nagyszerűen mutatja a gyakorlatban hogyan jelenik meg a feleség szerepe. Az, amiről beszélt Berasít másik fejezetben, hogy egy segítőt teremtek neki, az itt ebben a történetben szerintem nagyon jól. Lebocsátá Mikál Dávidot az ablakon, ő pedig elment, és elszalada, és megmenté magát. És vevé Mikál a teráfot, és az ágyba fekteté azt, és a feje alá kecskeszőrből készült párnát tett, és betakará lepedővel. Ez a teráf, ez egyébként egy szobor. Itt ugye terafimról beszél, ez pedig egy fa képről beszél, de szerintem inkább egy szobor kellett, hogy legyen, hiszen ha az ágyba fektette egy fa képet, minek fektetne az ágyba. Egyébként maga a szó az terafim, és egy
emberformájú szobor, házi isten, melyeket vallásos hódolatban részesítettek, esetenként jövendő mondásban használtak. Hogy mit keresett ez Dávid lakásában, azt. De még jó, hogy kéznél volt, ugyanis ez az, amit az ágyba fektetett, a feje alá kecskeszőrből készült párnát tett, betakarta a lepedővel. Ez ugye Miká már fondorlatoskodott, miután Dávid elmenekült. Saul elküldte a követeket, hogy Dávidot megfogják. Ekkor Mikál azt hazudta, hogy Dávid beteg. Saul elküldte ismét a követeket, és mondta, hogy akkor is hozzátok el, ha ágyastól kell, hogy megöljem őt. Mikor oda menének a követek, ekkor már a szobrot találták az ágyban, és a feje alatt a kecskeszőrből készült párna. És akkor mondta Saul Mikának, mi dolog, hogy engem úgy megcsaltál? Elbocsátad az én ellenségemet, és ő elmenekült, és felele Mikán Saulnak. Ő mondá nekem, bocsáss el engem, vagy megöllek téged. Azaz Mikál annyira belejött a hazudozásba, hogy hazudott gyakorlatilag. És ha jól értelmezem, akkor Saul az apja volt Mikának, de akkor még súlyosabb a helyzet. Viszont arról nincs szó, hogy ezért megbüntette volna Jahua, úgyhogy csak van különbség hazugság és hazugság között, ami nem is a lényeg. A lényeg az, ami a 18-asban van, Dávid pedig elfutván, megszabadula, elment Sámuelhez Rámába, és elbeszélte neki mindazt, amit Saul vele cselekedett, elméne azután ő és Samuel a Nájótban, és Nájótban tartózkodának. Így mentette meg Miká Saul életét azzal, hogy kiderült, hogy mi is a helyzet, és utána végigcsinálta ezt az egész műveletet. A következő, ismét szerintem egy érdekes példa, ez azonban már a Brit Hadasából van, ez Apostolok 16-14 lesz, és ez Lidiáról szól, aki ismeri a történetet. Lidiáról szól, aki ismeri a történetet, de nézzük, hogy mi is történik. Szóval szombatnapon kimennek a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni. Azért emeltem ki a szombatnapot, hogy lássa mindenki, hogy még itt is a szombatról van szó. És leülvén beszélgetünk az egybegyűlt asszonyokkal. Egy Lidia nevű Tiatira városbeli bíborárus asszony, aki féli vala Elohimet, hallgat a reánk. Ugye, amikor azt mondja, hogy hallgat a reánk, azt el fogja magyarázni, hogy mi is tulajdonképpen, de nem csak, hogy hallgat a reánk, hanem aki féli vala Elohimet, hallgat a reánk. Azaz megvolt a nő szívében a idézőjelben az a félelem Jahua iránt, ami szükséges, ami ugye a bölcsesség kezdete, amiről beszél többek között Zsoltárok 111.10, vagy példabeszédek első fejezet is, ha jól emlékszem, a 7-es vers, de még sok másik. Megvolt benne ez a félelem, és ami történt, az az, hogy ennek Jahua megnyitja a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Saul mond vala. Szóval félte, hallgatott arra, amit beszéltek, és Jahua megnyitotta a szívét, és így megértette, amit Saul mond vala. 15-ös versben azt írja, mikor pedig bemerítették, vagy megkeresztelkedik, mind háza népével egybe kére minket mondván, ha Jahua hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Ami érdekes ebben az az, hogy ha megnézzük a Káldi, miután ő és a háza népe megkeresztelkedett, így könyörgött. Utána 15-ös azt írja, hogy a katolikus verzióban, hogy egész háza népével együtt bemerítkezett, míg az arany azt mondja, hogy mikor pedig megkeresztelkedett volna, mind háza népével egyben. Szóval úgy tűnik, hogy ő volt az, aki eljuttatta az ő háza népét, mindazokat, akiket ismert, addig, hogy megértsék Jahua szavát, és eljussanak az igazsághoz olyannyira, hogy bemerítkeztek, és utána nyilván járták ezt. Ez volt ugye Lídia története. Remélem, hogy érthető az,
amit ki szerettem volna ebből hozni. Csak azért, hogy lássa mindenki, hogy én tiszt... ez az, ami a nőnek a funkciója lenne, hogy segíti a férfit, együtt járják ezt az utat. Most, hogy neki volt a férje vagy sem, vagy mit jelent a házanépe, az egy másik kérdés, de láttuk Mikhail esetében. Következő, meg fogunk nézni néhány példabeszédet, ha már itt tartunk, hogy ezeknél a női karaktereknél. Kezdjük a példabeszédek, ez 11-16. Példabeszédek 11-16. Így szó. A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Nézzük meg, hogy mit jelent a kedves. A kedves az hén, annyit tesz, mint kedvesség, by elegancia, vagy pedig kivételes bánásmód, kegyelem, elfogadás, jó akarat, jó indulat, illetve ha megnézzük a másikat, a gesinius, akkor látjuk, hogy kegy, vagy kedvezés, kivételes bánásmód, jó akarat. Ha pedig megnézzük, hogy honnan ered a szó a hanán, az annyit tesz, hogy megkönnyörül, megindul, kedvességet mutat, jó indulatot tanúsít, szánalomban, irgalomban részes. Akiről itt beszél, az aki kegyes, kedves, de ha megnézzük a káldit, akkor azt írja, hogy a tisztességes asszony becsületet arat. Ugye itt az van, hogy a kedves asszony megtartja a tiszteletet. Ha megnézzük a katolikus verziót, itt csinos asszony becsületére van férjének. Még az arany, a kedves asszony, vagy asszonyi állat megtartja tisztesség. Ez a Septuaginta itt szintén kegyesről beszél, és azt mondja, hogy a kegyes feleség dicsőség a férje számára. Az a nő, amelyik az igazságot utálja, az becstelenség. A hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Valahogy más a két, hogyha valaki látja, amiről beszélek, akkor látja azt, hogy más a két verzió. Ez a Septuaginta, ez ugye a görög verzió, a görög irat, a magyar pedig a KD egyébként egyezik, ez teljes mértékben hiányzik, ez a második rész a mazoretikus írásokból. Ugye azt mondja, az első az egyezik, hogy a kegyes asszony, feleség az dicsőség a férjére, de az a nő, aki gyűlöli az igazságot, az maga egy becstelen, az becstelenség. Szóval ezt érdemes észben tart. Ez példabeszédek 11-16. Hát mindenki eldönti, hogy melyik verzió érdekli, vagy melyik az amelyiket elfogadja. De láthatjuk azt, hogy amennyi fordítás, annyiféle verzió tulajdonképpen. Szerintem nagyszerű, hogyha valaki tudja használni a Septuagintát, ezt, akkor mindenképpen érdemes beszerezni egyet, vagy pedig ebben használni, mert ez egy más irat, ez egy görög iratból fordított verzió, illetve ez egy görögből angolra fordított verzió, míg a miénk az ugye a héber mazoretikus írásból fordított magyarra. Úgyhogy a kettő eltér, az a King James az majdnem ugyanaz, mint a magyar, mint a Károli, bocs. De a következő szintén példabeszédek lesz, ez a 12-es fejezet, vagyis a 3-as, hát igen, itt másképp van a számozás. A derék asszony koronája az ő férjének, de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. A derék asszony koronája az ő férjének. Ezek mind a példabeszédek, amiket most meg fogunk nézni, ugyan erről beszélnek. Van az asszony, aki az ő szerepkörében él és úgy funkcionál, azaz, akit ők derék asszonynak hívnak. Ugye ez a derék, ez a kifejezés, ez hajél, és erő, hatalom vagy vitézség, képesség, tehetség, hatékonyság, gazdagság, vagyon, termőerő, haderő, hadsereg.
végül is az a nő, aki, vagy az a feleség, inkább úgy mondom, az a feleség, aki azon munkálkodik, hogy, és meg fogjuk látni, hogy miért is mondom azt, hogy azon munkálkodik a későbbiekben, de azon munkálkodik, hogy a kapcsolatuk, illetve az egész ház, amit ők létrehoznak, a férj és a feleség, az minél sikeresebb legyen. Természetesen haladva Yahuwah útján. Erre gondol, amikor azt mondja, hogy képesség, tehetség, hatékonyság, ez egy talpra esett nő, az, aki tudja, hogy mi a teendő, és azt csinálja, és arra fókuszál elsősorban. A Gesenius azt mondja, hogy ezen kívül, hogy erény, illetve derekasság, termékenység, úgy, mint a fáé. De ha megvizsgáljuk, hogy miből ered, akkor az a szó maga, az ez lesz csavar, teker. Egyébként szerintem azt akarja kifejezni, hogy sürög forog. A másik azonban, amelyik megszégyeníti az embert, ez ugye, ez a szó pedig bos. Szégyen, szégyenkezik, csalódik, vagy pedig zavarba jön, megzavarodik, késik, késekedik. Szégyent hoz, megszégyenít, szégyenletesen cselekszik, szégyenletes dolgokat csinál. Ez az, aki nem az ő funkcióját látja el. És azzal, hogy nem azt látja el, ezzel szégyenbe hozza a házat, magát. Sőt, azt mondja, hogy olyan, mint valamiféle rák, mint a csontjaiban való rothadás, ahhoz hasonlítja. Nézzük meg a Káldéd, a derékasszony, a férje koronája, a becstelen pedig szú a csontjában. Az, aki nem az ő funkcióját látja el, aki megszégyeníti, aki szégyent hoz a házra, az olyan, mint a szú, ami szép lassan a fát elpusztítja. Hiszen azáltal, hogy ő nem funkcionál úgy, tegyük fel, hogy a férj igen, azáltal, hogy ő nem funkcionál úgy, az egység nem tud úgy funkcionálni, és a ház nem tud úgy funkcionálni, ezért a végén, mint egy fa, elkorhad és elpusztul. Azt hiszem, hogy ezt Szent Imrének hívják, a Szent Imre verzió. A derék feleség koronája a férjének, a gyalázatos olyan, mint a szú a csontjában, az arany pedig azt mondja, hogy a gyors asszony koronája az ő férjének, de mint az ő tetemeiben való rothadás, olyan az, mely megszégyeníti az ő férjének. Ez pedig már a Septuaginta, és itt arról beszél, hogy a derék asszony az a férjek koronája, és amúgy meg olyan, mint a szú a fában. Ja igen, azt írja, hogy a derékasszony olyan a férje koronája, de mint a féreg a fában, olyan a rossz asszony, aki elpusztítja a férjét. Lerombolja a férjét tulajdonképpen, azzal, hogy nem teszi azt, ami az ő feladata. Haladjunk tovább. És bocsánat, megmutatom még a Septuagintát. Szóval így néz ki: a derék asszony a férje koronája, de mint a fában a féreg a rossz nő lerombolja vagy elpusztítja a férjét. Következő az Misli példabeszédek 14-es fejezet 1-es vers. Ezért mondtam az előbb, hogy munkálkodik, sürög forog, hogy építkezik, hogy dolgozik az asszony. Ugyanis Misli 14 így kezdődik: a bölcs asszony építi a maga házát. A bolond pedig önkezével rontja le azt, akár csak az előbb láthattuk. De nézzük meg még egyszer. A derék asszony koronája a férjének, de mint a csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Két nőről van szó. Az egyik az, aki derék, aki úgy viselkedik, ahogyan kellene, a másik pedig az, aki megszégyeníti a férjét.
Az egyik az a bölcs. A bölcs az, aki hakamot, bölcsesség, egyébként hakma, a bölcsesség, értelem, szakértelem, ügyesség, jártasság, találékonyság, ez mind hakma, bölcsesség. Vagy hakam, bölcsnek lenni, és annak különböző verziói. De egyébként képzett, jártas. Ez az asszony persze Ísá, mint feleség, ő építi a maga házát, a ház az nem más, mint bait, bait. Ami ház, lakás, otthon, vagy pedig lakhely. A bolond, ez ivelet, bolondság, ostobaság, butaság. És az evil szóból ered, ami bolond, esztelen, vagy pedig ostoba. Ez az a szó. Evil. Nézzük meg gyorsan a Septuagintát, ha már itt vagyunk. A bölcs asszony. Ugye itt többet számban beszél, bölcs asszonyok házakat építenek, de a bolond az a saját kezével leássa azt, lerombolja azt. Erről beszél. Ez ugye a Septuaginta. És Misli 14-es fejezetnél járunk. De a magyar megegyezik a Károli ezúttal, a saját önkezével rontja azt le. Saját kezével lerombol. Következő, hát még a Kádit megnézzük gyorsan. A bölcsnő felépíti házát, Balga pedig a felépültet is lebontja a kezével, Szent Imre. A bölcsesség felépíti magának a házát, a balgaság meg lerontja a saját kezével. Misli 18-22. Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vett jó akaratot Jahuától. Mindenkinek érdemes megjegyezni ezt. Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vett jó akaratot Jahuától. A jó, ha meg akarjuk nézni a szavakat, ez a jó, ez tób, ez ugye a tób vagy tób, ez a jónak a megjelenése általában termékeny, elfogadható, tetszetős, kívánatos, vagy pedig megvidámító, boldogító, örömszerző, termékeny, jó gazdag, értékes, tiszta, jó gazdag, alkalmas, jó módú, prosperáló, igaz, igazságos, illendő, stb. Ez az, amit megnyer az, aki talál magának egy isát, vagy feleséget, és ez jó akaratot vett Jahuától, ez pedig Rakon, a jó akarat, Rakon, és ez azt jelenti, hogy jó akarat, vagy jó indulat, vagy kedvezés, kegy, kivételezés, szívesség. Gyakorlatilag arról beszél, hogy a feleség az nem más, mint egy kegy, egy kivételes dolog, egy szívesség, vagy egy kedvezés Jahuától. Természetesen csak azt akarom ezzel megmutatni, és nézzük meg a többi verziót gyorsan. Ez a Káldi. Aki jó feleséget talál, szerencsét talál, és Jahuától jó téteményben részesül. Sőt, itt úgy tűnik, hogy még van tovább. Aki jó feleséget űzel, előzi magától a szerencsét, de aki házasságtörőt megtartja, balga és igaztalan az. Szóval a Káldi tovább megy ennél, ami nagyszerű, mert akkor így meg tudjuk vizsgálni ezt is. Szóval gyakorlatilag, ha megtalálja valaki azt a nőt, aki járja az utat, és aki valóban megérti, mint ahogy Lídia az elő, vagy Mikál, vagy Sára, vagy az összes többi, majd látjuk, akkor az szerencse, és az egy jó tétemény, az egy ajándék, az egy kegy Jahuától, hogy az embernek egyszerűbb legyen az élete. Aki ezt előzi, az előzi, ugyan előzi azt a szerencsét magától, ami ezzel járna. Ugye a Károliban szó sincs ezekről a dolgokról, míg a Káldi verzióban egyértelmű, hogy azért itt sokkal többről van szó, mint hogy egy jó feleséget találjon. És aki viszont megtartja azt, aki a házasságot megtöri, az ostoba. Sőt, nem csak hogy ostoba, az igaztalan. Vagy istentelen, ahogy ők fogalmaznak. A Szent Imre azt írja, hogy így van, Jahuva kegyelmében részesül, ez megegyezik a Károlival. Az arany szintén, a Septuaginta pedig
Valószínűleg a Káldi az a Septuagintához áll közel, legalábbis ebben a versben. Ugyanis ez szó szerint arról beszél, amit olvastunk a Káldiban, a szerencséről, illetve aki megtartja azt, aki házasságot tör, az bolond és istentelen, igaztalan tulajdonképpen. Haladjunk tovább. Misli 19, és ez lesz a 14-es. A ház és marha atyától való örökség, azaz, ha visszaemlékszünk, mikor megnéztük a 10 Debarimet, a 10 parancsolatot, akkor láttuk, hogy a tizedik úgymond parancsolat vagy szó, az, hogy ne kívánd a szomszédnak semmit, a marhát, a házát, a satöbbiét, a szolgálóját és a feleségét. De itt azt mondja, és különbséget tesz, ugye egyértelmű, hogy abból az derül ki, hogy a feleség a férj tulajdona. Most azon túl, hogy mit jelent számunkra a tulajdon, azon érdemes túllépni. Nézzük, hogy mi az, amit itt mond, hogy a ház, a marha, stb. Ezek a dolgok az atyától kapja az ember. Úgy érti az atyától, mint áb, mint apa, vagy családfő, úgy, mint a fizikális apa. Azonban az értelmes feleség az egy ajándék Jahuától. Jahuától van pedig az értelmes feleség. Az értelmes feleséget azt az atya adja. Az értelmes az sakál, és ez okos, körültekintő, meggondolt, megfontolt, vagy így cselekszik, előrelátó, vagy megfontoltan tesz valamit. Olyan értelmes, olyan értelemben, mint hogy pillanat. Ilyen értelemben értelmes. Nem arról beszél, hogy matekból jó, vagy fizikából, hanem az, hogy körültekintő, előrelátó, megszemléli a dolgokat, fontolóra veszi a dolgokat, mérlegel, gondolkozik, tépelődik. Ezen kívül okos, sikeres, szerencsés, halad előre a dolgban, felvirágoztatja ezáltal az egész házat, amiben ő benne él, aminek ő része annak a háznak. Hiszen a férfi, a nő alkotja ezt a házat. És a gyerek. Ugye ez jelenti maga az Abba, mint hogy erős ház. Atya. Ugyanezt írja a Gesinius. Szóval ez az a feleség, ami Jahuától van. Az előzőben leírja, hogy melyik az, ami nem, sőt, nem is az, hogy melyik az, ami nem, hanem az, aki állandóan zsémbelődik. Aki állandóan zsémbelődik, az egy büntetés Jahuától. Az értelmes azonban egy ajándék. Ez a Káldi. Ugye arról beszél, amiről már tárgyaltunk, hogy a ház és a vagyon, az anyagi dolgok az az ősöktől eredő örökség, az okos asszony pedig valóban Jahuától van. Szent Imre szintén erről beszél. Arany ugyanúgy, a Septuagintában pedig valamilyen oknál fogva nincsen benne ez a példabeszéd már nincsen benne a Septuagintában, úgyhogy nem tudjuk megnézni. De haladunk tovább szépen. A következő, és ez lesz, ha megnéztük, jó, akkor valóban haladni fogunk tovább. És ez az utolsó a példabeszédek közül, ez pedig természetesen Misli példabeszédek 31-es fejezet lesz, és el fogjuk kezdeni 10-es verstől. Ezt mindenki remélhetőleg ismeri, ez a derék asszony. Ezt megpróbáljuk megnézni, amennyire csak lehet részletesen. A derék, kezdjük el ezzel, ez Hail, amit az előbb megtárgyaltunk már, az, annyit tesz, mint képesség, vagy tehetség, vagy hatékonyság. Az, aki csinálja, aki képes, aki észreveszi, aki meglátja, és aki meg tudja csinálni, és dolgozik azon az ügyön, ami a ház.
remélhetőleg az is kiderült már mindenki számára, hogy a ház maga, mint bet, a ház az egy fontos dolog az atya számára, hiszen ő is építi a saját házát. Megvan a fia, és készít a fiához hasonlóka gyermekeket magának, akiket aztán majd az ő házába be tud engedni. És ha valaki azt hiszi, hogy bármiféle módon be fog jutni oda, úgy, hogy azt csinál, amit akar, akkor az szerintem téved. Nézzük, hogy miről szól Misli példabeszédek 31. Ezt érdemes mindenkinek megjegyezni, különösen szerintem a nőknek, de a férfiaknak is. Derék asszony kicsoda találhat? Ez a kérdés. A derék asszony. Le fogja írni Salamon, hogy szerinte milyen a derék asszony. Hát ha valakinek van fogalma a nőkről, akkor neki biztos volt. Mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. A derék asszony mindennél értékesebb. Mindennél értékesebb. Megnéztük, hogy miért, láttuk a példákat, és azokat a jellemzőket, amiket a derék asszonynak birtokolni kell ahhoz, hogy annak minősüljön egy derék asszonynak. De össze fogja foglalni számunkra Salomó ezt. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, a lélek az léb, mindjárt megmutatom, és annak marhája el nem fogy. Egyébként, ha azt gondolnánk, hogy a lélek az ruach, akkor tévednénk, ez a lélek, ez léb, ez valaminek a belseje, a dolog lényege, vagy a dolog maga, ez a szív tulajdonképpen. Az ember belseje, az ember lényege, az ember központja, az bízik ez a nőhöz. A bízik pedig batah, és reménykedik, bízik, vagy beleveti a reményét. Hisz benne magyarul. Mert hasonló a pisztész, az amit mindig mondják, hogy hisz. Ugye a pisztész az a szó hisz a brit házasságban, az új szövetségben. Szóval ebben bízik a férjnek a szíve, a férj maga, a belső a férjnek. Soha nem fogy el a marhája, azaz fizikálisan is gyümölcsöző lesz ez a kapcsolat. Jóval illeti őt, és nem gonosszal, az ő életének minden napjaiban ez a férj a nőhöz. Keres gyapjat, vagy lent, megkészíti azokat kezeivel. Kedvel. Dolgozik, kétkezi munkát végez, és ráadásul még úgy tűnik, hogy ezt élvezi is. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Mint a hajók, ahogy elutaznak, és aztán nagy viszontagságok árán visszaérnek a kiindulási helyükre, meghozva azt, amiért elmentek, ugyanígy dolgozik ez a nő is, aki megtesz mindent a nap során, ami ahhoz szükséges, hogy eltartsa ezt a házát. Fel kell még éjjel, eledelt ad az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Szóval nem csak, hogy a ház körül teendőket látja el, úgy tűnik, hogy részt vesz magában a kereskedelemben is, hiszen megveszi a földterületet, és azután még azt gondozza is. Ellátja a házát, illetve gyapjat lent készít elő, gyakorlatilag mindent megcsinál, ami szükséges. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karja. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, kezeivel fogja az orsót, markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Ugye a 19-es versig bemutatja azt, amit a nő fizikálisan, az ahogyan dolgozik a házért, mindazok a munkálatok, amiket ő véghez visz. Azután pedig ezen kívül még segíti a szegényeket, illetve a szűkölködőket, nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. A karmazsin, az a szó, az skarlátvörös, bíborvörös, karmazsinvörös, szerintem azért említi ezt, mert
Egyrészt nehéz volt előállítani, ugye itt látjuk, hogy maga a festékanyag előállítása a borsonyi méretű karmazsin tetű. A nőstény példányának porított testéből történik, a rovar életmódjára a kereszténység figyelt fel igazán, hiszen abban a másiákra vonatkoztatható párhuzamokat vélt felfedezni. De szerintem a karmazsin az valószínűleg a vagyonra utal. Azért mondja, hogy karmazsin a vörös színe, hogy nincs miért félteni a házanépét, hiszen mindenük megvan. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete, ugyanazt akarja kiemelni. Kiveszi a részét a munkából, emellett van ideje a családra, és azokra, akik rászorulnak erre. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül tartományainak véneivel, ugye a férfi képes ezt a feladatát ellátni, azért, mert a nő ellátja a többi feladatot a ház körül. Gyolcsot sző és eladja, ugye visszamegyünk amit az elején mondott, a gyapjú len, vagy a szőnyeg. Gyolcsot sző, eladja és övet, melyet ad a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Szóval várja a következő napot úgy, hogy erő és ami árad belőle az, hogy erő és ékesség, szóval nézzük meg, hogy mit jelent az ékesség, nem akarok. Igen, díszítés, ékesség, pompa, méltóság, fenség. Szóval arról beszél itt, hogy erő és fenség az, ami árad belőle. Tisztesség, méltóság, magasztosság, tekintély. Nem csak, hogy erős, persze fizikálisan, hogy véghez vigye a munkát, de igazából magáról a karakterről beszél, hogy méltóságos, hogy fenséges, magasztos maga ez a nő, és erős ugyanakkor. Várja a következő napot. Nevet a következő napnak. Így van. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van a nyelvén. Szóval mindemellett még bölcs is, a bölcsesség egyébként hakma, a bölcsesség értelem, erről volt szó az előbb. Kedves tanítás van a nyelvén, ez a tanítás pedig nem más, mint Torá. Kedves az hesed, ami annyit tesz, hogy szeretet, jó akarat, jó indulat, jóság. Az alacsonyabb sorsú ember felé tanúsított kegyelem, felindulás valaki iránt. Ilyen tora, vagyis tanítás van a nyelvén. Ugye az a szó tanítás, ami itt szerepel, kedves tanítás, ez nem más, mint tora. Útmutatás, instrukció, tanítás. Ez az, ami árad ebből a nőből, a mindemellett, amit eddig megbeszéltünk. Vigyázz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi, azaz nem lustálkodik. Láthatjuk azt, hogy a nő az, aki egyben tartja a családot. A férfi dolgozik természetesen a családért, illetve részt vesz a közösség életében, a nő pedig részt vesz, illetve megoldja azokat a dolgokat, amik az ő házukkal kapcsolatosak. Így működik együtt a kettő. Nyilvánvalóan egy ember is meg valahogy össze tudja hozni, de úgy nem, mint ahogy kettő tudná, hiszen gyereket egyedül nem nagyon tud egyelőre olyan módon senki létrehozni, hogy azt Yahuwah elfogadja. Szóval két ember szükséges ahhoz, hogy egy házat létre tudjanak hozni. Egy olyan házat, amiben aztán ugye gyermekek is vannak, és az tovább tud élni. Ehhez szükség van egy nőre, egy olyan nőre, aki tudja, hogy mi az ő feladata, és képes is azt ellátni. Sőt, ezt még kedvel is csinálja. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. A boldog az Ásár, és ez annyit tesz, megmutatom ezt is, mert érdekes, halad, előre jut, egyenesen megy, szerencsés, sikeres, boldog vagy szerencsés. Halad előrefelé, sikeres abban, amit csinál. Felkelnek az ő fiai, ez pedig kum, felkel, vagy feláll,
növekedik, egyre erősebbé válik. Szerintem inkább így érti azt, hogy felkelnek az ő fiai, hogy felnőnek, növekednek, hogy tanítja őket, és azok is haladnak ezen az úton, amelyen kellene mindenkinek rajta lenni. Az által, amit a nő csinál, az ő férje dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Azaz ez más fajta nő, mint azok, akik munkálkodnak szorgalmasan. Ez a saját házát építi. A lány, az a szó egyébként Beth, lány, lánya valakinek női leszármazottja, vagy pedig asszony, fiatalasszony. Család, a kedvesség és hiába való a szépség, amely asszony féli a huát, az szerez dicséretet magának. Magyarul a kedvesség az valami olyasmi, amit az ember elő tud adni, és nem feltétlenül jön a szívéből. A szépség az viszont teljesen hiába való, hiszen az embernek nincs is köze ahhoz. A lényeg azonban az, ki az, aki féli Jahuát. Egyébként a félelem, ez járé, ez annyit tesz, mint tisztelni valakit. Járé, tisztelni valakit. Félő vagy tisztelő járé. Fél, tart valamitől. Félelemmel tisztel, vagy tiszteletben tart. Tiszteletet ébreszt, félelmet kelt. Sőt, csodálatos, bámulatos, fantasztikus. Így viszonyul ez az Isá, vagy a Jahuához. És ő az, ez az a nő, aki dicséretet szerez magának. Aki mindezeket végrehajtja, és egyesíti magában ezt, az, akinek majd az élete és a háza épül fel. Adjatok ennek az ő keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjétek őt a kapukban az ő cselekedetei. Ez Salomó véleménye. Ha a kádit megnézzük villámgyorsan. A derékasszony dicsérete. Ugye ő a... Ne, bocsánat, a betűk szerint sorba rakja őket, a héber betűk szerint mindegyik... Érdekes. Mindegyik... 22 verset, 22 sort ír a derék asszonyról, és mindegyiknek egy-egy nevet ad a Héber ABC-ről. Pecse a korallokét messze meghaladja. Jaj, az igaz gyöngyből, ugye ő korallt ír. Érdekes, hogy így alakította ki a Káldi. Megnézem a Septuagintát, de ebben nincs benne ez. Minden esetre az kétségtelen, hogy 10-től 21-ig, 31-ig az 22 versszak, úgyhogy minden versszakra jut egy betű a Héber ABC-ből, és így hozta ki a KD. Nem tudom, hogy honnan vették ezt, de így van. Úgyhogy példabeszédek 31, 10-től 31-ig összefoglalja mindazt, amiről eddig beszéltük, hogy hogyan is kellene a derék asszonynak viselkednie. Érthető az, ahogy eddig haladtunk. Azt szerettem volna megmutatni, hogy a házasság intézményét az Jahua hozta létre. Annak érdekében, hogy a két ember egy legyen, és együtt járja ezt az utat, és megértsék azt, hogy hogyan kell Jahuához viszonyulniuk. A kettő egymáshoz fűződő viszonya lenne az, ami megtanítja mind a kettőt arra, hogy hogyan kell az atya felé viselkedni, úgy szolgáljuk az atyát, ahogyan a feleség működik ebben a kapcsolatban. A férfi pedig úgy szereti a feleséget, ahogyan a másiák szerette a kiválasztottakat. Ez egy kicsit más jellegű lesz, mint az eddigiek, csak azt szerettem volna, hogyha megértjük azt, hogy működik, hogy kellene, hogy funkcionáljon a nő, és hogy erre van példa, és hogy ez egy nagyszerű dolog, és voltak, akik ezt megértették, és úgy éltek, és az ő életük nagyszerű lett, mint például Abigail, Miká, Sára, és a többi. Amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni, pont. Ez ugye Saul tanácsa. Arról beszél, hogy ezekben az időkben, amikben ők éltek, meg amikben mi élünk,
egyszerűbb a férfinak egyedül lenni ugyanúgy, ahogy a nőnek. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. Azaz, hogyha valaki nem bírja ezt ki egyedül, akkor találjon magának egy párt. A feleségnek adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férnek. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Látjuk azt, hogy a nyilvánvaló különbségek ellenére a nőt mégis egyenjogúként kezelik. Ezek az emberek értették azt, amit eddig felolvastunk. Ők tisztában voltak azzal, hogy mit jelent az, amiről eddig beszéltünk. Ők olvasták ezt, ők értették ezt, nem úgy gondoltak rá, mint ma mi gondolunk el. Feleség nem ura a maga testének, hanem így van, ez megvan, ne fosszátok meg egymás, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőtölésre, imádkozásra, aztán ismét együvé térjetek, hogy Satán meg ne kísértsen benneteket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ugye a fizikális együttlétről beszél, megtartóztatni annyi ideig, amennyi ideig úgy döntenek közösen, mivel azt mondja, hogy nem ura testének, s egyik se maga, ezért olyan nincs, mint ami előfordul rengetegszer, hogy fáj a fejem, vagy nincs kedvem, és így ez eltart hetekig, hónapokig, és az problémákat szül a két ember között. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint, azaz ez az ő véleménye, ez hozzá is teszi. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, azaz utal arra, hogy ő egyedül volt, mint ahogy mondta az első verszakban. De kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Elohimtől, egynek is, egynek így, másnak pedig úgy. Ugye, aki kibírja, az kibírja egyedül, aki nem bírja ki, az meg talál magának egy párt úgy, hogy kéri Jahuát. Mondom pedig a nem házasoknak, akik ugye függetlenek, és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nekik, ha úgy maradhattak, mint én is. Nem először mondja azt, hanem már harmadjára, hogy egyedül az embernek egyszerűbb lesz, sőt, jó lesz. Természetes, hogy az atya azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül, és készítek neki egy segítőtársat. Az utolsó időben, amiben mi is élünk, meg ők is éltek, ebben épp elég nehézség maga a társadalom, amellett, hogyha az ember még belevág egy házasságba, erről beszél Saul, de ez azt mondja, hogy ez kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint, tehát hozzáteszi, hogy ez az ő véleménye, hogy egyszerűbb, ha egyedül van az ember, de meg is mondja, hogy miért, de ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Megismétli, amit korábban mondott, hogyha valaki nem tudja ezt kibírni egyedül, akkor találjon egy párt, hiszen az jobb, mint a parázdaság. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem Jahua, hogy az asszony a férjétől el ne váljék. Itt viszont már egyértelműen megjegyzi azt, hogy ez egy parancsolat Jahuától. Mint ahogy tudjuk, hogy a válás az nem, hiszen elmondta Malakiásban is, hogy gyűlölöm az elbocsátást. Úgyhogy ne váljon el az asszony a férjétől, ha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj sose bocsássa el a feleségét, azaz ne váljon el soha. Természetesen ez ő arról beszél most, akik az úton találkoztak, és az úton házasodtak, és ott éltek együtt. Ezekről beszél, ez ki fog derülni később. Egyebeknek pedig én mondom, nem Jahua. Ez megint csak visszatér arra, amit ő javasol, ami az ő véleménye, és nem a parancsolat. Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, azaz, aki nem járja ezt az utat, és ez vele akar lenni, el ne bocsássa azt, és amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lenni, el ne bocsássa azt. Ha egy olyan házasságról beszélünk, ami a felemás igának a tipikus esete, abban az esetben, hogyha a férj boldog az asszonya, vagy az asszony a férjel, akkor maradjanak együtt, hiszen minek válna el attól, hogy az nem hisz, még hihet, amennyiben a hívő, idézőjelbe téve, aki az úton jár, az járja ezt az utat, az ő példája majd átragadhat rá. De egyébként itt mondja, mert megvan szentelve a hitetlen férje az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ez visszautal megint csak a Torára, amikor a hitetlen és a hívő gyermeke az, akit fattyúnak hívnak, és ezért mondja, hogy megszenteli a hívő a hitetlent, és így maradjanak együtt, mert a gyerek így még lehet
rátérhet az útra. De mindenképpen azt mondja, hogy ezt én mondom, nem pedig Jahua. Érdemes együtt maradni, amennyiben ez lehetséges. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el, hogyha az a fél, aki nem az utat járja, el akar válni, váljon el, nem vettetett szolgaság alá a keresztény, vagyis hát az úton járó férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket Elohim. Ha megnézzük ezt a kádiban, testvér vagy a nővér ilyen esetben nincs szolgaságra kötelezve. Ilyen esetben a testvér nővér nincs lekötve. Azaz én úgy értelmezném, hogy ilyen esetben utána ő házasodhat, amennyiben talál olyat, aki az úton jár. Az arany azt mondja, mert ha különben volna, a ti, nem vettetett rabság alá az atyafiú, vagy az utonjáró asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket Elohim. Nézzük meg az arámi új szövetség. Ha elválik, akkor váljon el. Igen, hogy ő nincs szolgaság alá vetve. A King James pedig azt írja, hogy igen, hogy nincs szolgaság alá vetve ebben az esetben, de békességre hívott minket az Elohim. Szóval azt mondja, hogy ha elválik, hát mondom, én úgy értelmezem, hogy nem vetetett szolgaság alá, aki az úton jár, amennyiben a hitetlen el akar válni, mégis mit tud csinálni, hanem akkor utána ő szabaddá válik, de békességre hívott minket Elohim. Szóval amennyiben lehetséges, akkor arra törekedjünk, hogy békességben éljünk a házasságban, ha már így alakul. Amennyiben a másik fél ezt lehetővé teszi. Mert mit tudod te, asszony, ha megmenteted a férjedet, vagy mit tudod te, férfi, ha megmenteted a feleségedet? Azaz nem tudhatja az ember, hogy az ő viselkedésével mikor fogja tudni az álhatatosságával a másik embert pozitívan befolyásolni, illetve Jahua mikor dönt úgy, hogy ő megsegíti ezt a párt. Csak amint kinek-kinek adta Elohim, amint kit-kit elhívott Jahua, úgy járjon, és minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Azaz mindenki a maga képességei szerint járja ezt az utat. Ahogyan van, abban haladjon tovább, és majd az atya lesz az, aki elvezeti a következő lépcsőhöz, meg a következőhöz, meg az azutánihoz. Ha a férfi nem... Most, ja, jó, oké. Haladok tovább, majd a végén megnézzük a kérdéseket. Szóval ez első korintusi 7 lóhalálában, és megyünk tovább. Következő pedig nézzük meg Efézusiakhoz 5-ös fejezete, és onnan is szerintem mindenki ismeri a 21-estől. Én innen ezt választottam, hogy ezzel kezdeném, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Jahua félelmében, vagy Elohim félelmében. Azaz mindenki engedelmessége tartozik a másik iránt. Engedelmesség itt azt jelenti, hogy ez hypotasso, ez ugye már a brit hadaság, szóval görög lesz, alá tesz, alárendel, alattvalóvá lesz, engedelmeskedik, aláveti magát, meghódol. Azaz alázatos. Alázatos legyen mindenki, mindenkivel. Teljesen mindegy, hogy nyilván mindenek megvan a határa, de az alázat annyit tesz, hogy az ember, ugye itt azt hitte, hogy meghódol vagy meghajol. Nyilván azért használta ezt a szót, mert ez az, amit szeretne, hogyha ha mi képesek vagyunk egymással így viselkedni, akkor leszünk csak képesek vele is, az atya felé is így viszonyulni. A másik meg az, hogy azt mondta, hogy szeresd Jahuát a te hatalmasságod, a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, ez az első parancsolat. A másik pedig az, hogy szeresd fel a barátodat, mint te magadat, 3 Mózes, így érti az engedelmesek legyetek. A következő viszont az, hogy ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, úgy, mint Adonai-nak. Ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, ezt a mondatot. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, úgy, mint Adonai-nak. Kérés az, hogy vajon mindenki olyan engedelmese azok, akik az úton járnak. Nem akármennyire, ez ugyanaz az engedelmes, ugyanaz a szó, hypotasso, ugyanolyan engedelmes, mint Adonai-nak. Mert a férj feje a feleségének. Ezt a rendszert a férj irányítja. A férj vezeti ezt a kapcsolatot. A kifejezés, amit használ, az kefale,
annyit tesz, mint fej valaminek a betetőzése, vagy koronája, csúcsa, vagy a fő. A feje gyakorlatilag. Ugyanúgy a férj, szóval van a nő, van a feleség, van a férj, van a másiák, és utána pedig az atya. És a másiák az, aki megtartója a gyülekezetnek, ez az egyház, ugye eklészia, mint gyülekezet. A keresztény egyházhoz semmi köze nincs ennek. A keresztény egyház egy teljesen különálló tradíció, aminek nincsen köze ahhoz, amiről itt szó van. De miképpen az eklészia, vagy a gyülekezet azoknak a gyülekezete, ugye a szó ismét eklészia, amikor itt egyházról beszél, ez szintén eklészia gyűlés, a kihívottak közössége. Szó szerint a kihívottak közössége. Kaleo, hívni, meghívni, elhívni, magához hívni, nevezni, szólítani, nevet adni valakinek, az ek pedig valamiből, valamitől, közül által szerint, azaz a hívottak közül, a kihívottakból, az elhívottak, stb. Szó szerint a kihívottak közössége. Ez az, akiről itt beszél. Ennek a feje a másiák, úgy, ahogyan a férfi feje a családnak, a feleségnek. Miképpen az egyház engedelmes a másiáknak, azonképpen az asszonyok is férjüknek mindenben. Engedelmes, ugyanaz a szó, mint az előbb volt, hypotasso, alárendelt. Miképpen az egyház engedelmes a másiáknak, azonképpen az asszony is a férjüknek mindenben. Nem tudom, hogy lehet ezt másképp értelmezni, mint úgy, hogy mindenben engedelmes legyen a férfinak. Ezután persze leírja azt, hogy ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket úgy, ahogyan a másiak is szerette az eklésziát, és önmagát adta azért. A kérdés az, hol fog találni a nő egy ilyen férfi. Amennyiben a férfi nem teljesíti az ő részét, miért kellene a nőnek teljesíteni az övét? Más kérdés, hogy ha egyik, mind a kettő a másikra vár, akkor soha senki nem fogja ugye megtenni. Az egyiknek el kell kezdeni ezt az utat járni. A lényeg azonban az, hogy mindenkinek a saját részére kell figyelnie. Hiszen a másikat nem tudja irányítani. Az, hogy a másik nem úgy jár, ha az azt eredményezi, hogy az egyik se úgy fog járni, akkor gyakorlatilag mind a kettő a végén ki fog kerülni oda, ahol nem szeretne majd lenni. Hiszen nem úgy éltek, ahogyan azt előírta az atya. Szóval, ha egymásra mutogatnak, akkor a végén mutogathatnak majd egymásra, attól függetlenül boldogtalanok lesznek. Ahogy azt megszentelje, ugye azért adtam önmagát, hogy megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen kodes és fetetetlen. Így kellene a férnek szeretni a feleséget. Hogy önmaga elébe állította. Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat. Saját maga elé tegye. Nem úgy, hogy maga elé állítsa. Így értette. Így érti ezt. De ha megnézzük a másik verziókat, akkor látjuk, hogy dicsővé tegye magának az egyházat. Hogy az által, ahogyan ő viselkedett, ahogyan a másiák szerette, úgy példát mutatott az egyháznak. Ragyogóvá tette az egyházat. Erről beszélt az arany, pedig azt mondja, hogy tenni azt magának dicsőségessé. Igen, hogy ugyanígy így írja végül is az arámi ír, hogy magához veszi a gyülekezetet. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Bár a nőről van szó, gondoltam, ez így becsületes, ha legalább ennyit hozzáteszünk, hogy mielőtt a férfi elkezdi magyarázni a nőnek, hogy így, meg úgy, meg amúgy, érdemes neki megnézni, hogy mi az, ami az ő része ebben az egészben, és hogyha ő nem így él, akkor a nőnek attól még úgy kell élni, de érdemes magára mindenki először magára nézzen. A nő úgy, mint a férfi. Soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja, azt miképpen Jahua is az egyházat, mert az ő testnek tagjai vagyunk, az ő testéből és csontjaiból valók,
Annak okáért elhagyja az ember az atyát és anyját, ugyebár a sít második fejezet ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én másiákról és az egyházról szólok. Magyarul elmondja még egyszer, amiről mindvégig szó volt, hogy a férj és a feleség az egy szimbólum, ami a másiákot és az eklésziát szimbolizálja. A férj a másiák, az eklészia a nő, a feleség, és ezért hozta létre már a kezdetben. Arról beszél Saul, hogy kettő lesz egy testé, úgy, ahogy a másiák és az egyháza kettő egy egységet alkot, egy egyhádot alkot, egy egységet alkot a kettő együtt. Ezért hozta létre, hogy az ember megérthesse, hogy hogyan kell funkcionálnia a világban, ahhoz, hogy része legyen ennek az egységnek. Az ember nem tud a szóval egyesülni, csak hogyha benne van a szó, és a ruák, és úgy él. Ha nem úgy él, nem jár azon az úton, akkor nem fogja valóra váltani azt, egyesül vele. A ruach és a szó egyesül az emberben, így úgy, mint a férfi és a nő, mint a másiak és az eklészia. Ezért van a házasság. Ha az egyik nem, úgy kellene követni nekünk a másiákot, ahogyan a nőnek a férfit. De ahhoz a férfinak úgy kell funkcionálni, mint a megváltó volt itt, és akkor a nő tudná úgy követni, mint ahogy mi tudjuk a másiák példáját. De ha a férfi nem úgy él, akkor a nő nem fogja látni azt a példát, és nem fog tudni úgy élni, ahogyan neki kell. Így, de ugyanígy igaz ez a fordítva is. Ha a nő nem úgy viselkedik, akkor nagyon nehéz az a férfinak úgy viselkednie, mint ahogy láttuk a példát arra, hogy milyen az a nő, aki mint példabeszédekben a múltkor, amiről szó volt, akivel nem, aki egy büntető. Kettőnek együtt kell tudni működni, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát az asszony pedig, hogy félje a férjét. Megnézzük ezt a szót, hogy félje a múltkor, ez fobéo, amiből a fóbia ered, ez az a kifejezés, amit mi úgy használunk, mint fóbia, fobéo, vagy fobéomai, fél, megijed, megrémül, megriad. Phobos, félelem, rémület, riadalom, ijegység. Így erről beszél itt. Nyilván nem arról beszél, hogy úgy, mint manapság a legtöbb esetben, hogy hazajön a férj, tiszta idióta, meg részeg, és így féli, nem erről beszél. Arról beszél, mikor azt mondja, hogy Jahuának félelme a bölcsesség kezdete. Arról a fajta félelemről beszél, arról a tiszteletről beszél. Ahogyan az ember Jahuára néz, úgy néz erre a feleség. És ráadásul ezt nem is én mondom, hanem ez ide van írva, engedelmesek legyetek úgy, mint Jahuának. Miképpen az egyház, az eklészia engedelmes a másiáknak, azonképpen asszonyok, ti is legyetek engedelmesek a férjnek mindenben. Mivel a férj feje ennek a kapcsolatnak. A férj feje a feleségnek úgy, mint ahogy a másiák feje az egyháznak, és megtartója a testnek. Szerintem ez túl van tárgyalva, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes mindenkinek észben tartani, aki házasságban gondolkodik, vagy esetleg benne van, és ki akar belőle valamit hozni hosszú távon. És az úton akar maradni. Amúgy mindegy. Amúgy csak csinálja azt, amit a világ. 1 Korintus 1-15-ig lesz a következő, és már nem sok van. Relatíve. Oké. Legyetek az én követőim, mint én is a másiáké. Ez ugye Saul írja azért, hogy mindenki tudja, hogy ő arról beszél, amit megtudott a ruák által. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a másiák. Erről beszélt az előbb is. Az asszonynak pedig feje a férfi. A másiáknak pedig feje az Elohim, azaz az atya. Szóval az asszony feje a férfi úgy, ahogyan a másiák az eklésziának, és ahogyan az atya a másiáknak. Szóval a házasság lényege ez. Ezért hozta létre az a kezdet kezdetén. Úgy, ahogy a fiú és az atya működik, úgy működik az asszony és a férj. Ez a lényege. Az a kettő egységben működik, a férfi vezet, a nő követi, és a nő együtt összetartja a házat. Minden férfi, aki befedett fővel, igen, erről már volt szó. Most már áttérünk erre a befedett fő, nem befedett fő, de ezt is kiveséztük már, csak most ebben a vonatkozásban meg akarom mutatni. Minden asszony pedig, asszony az egyébként gné, nő, asszony, feleség vagy mennyasszony.
Ez az, amit a szó jelent. Aki befedetlen fővel imádkozik, avagy prófétán megcsúfolja az ő fejét, az ő feje pedig ki a férfi, mert egy és ugyanaz, mint a megnyíretetett volna. A megnyíretetett esküszű ráó le van borotválva, vagy le van nyírva a feje. Erről beszél. Mindenki, minden nő, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy prófétán megcsúfolja az ő fejét, aki a férj, azaz tiszteletlen megcsúfolja, az annyit tesz, mint Katai Xino, megszégyenít, szégyenbe hoz, csúfá tesz. Cserben hagy. Megszégyeníti. Cserben hagyja gyakorlatilag a férjét. Megszégyeníti, szégyenbe hozza. Hányan vannak azok, akik gyakorlatilag mindenki. Gyakorlatilag mindenki a különböző gyülekezetekben így van. Legalábbis a nagy többsége a gyülekezeteknek így működik. A nő befedetlen fővel van. Eszébe se jut senkinek, hogy a fejét befegy. Pedig egyértelműen le van írva ide, hogy miért kell. Aki imádkozik, az imádkozik egyébként a görög szó proszeukhomai. Proszeukhomai. És ez imádkozik, vagy pedig könyörög. Ehhez nem kell letérdelni. Nem arról beszél, hogy ha letérdel az ember, akkor az minősül imádkozásnak, vagy csak hogyha ha lefekszik, vagy leül, vagy neki készül. Nem erről beszél. A prófétá pedig mellesleg tolmácsol, vagy valamilyen Elohim akaratát közvetíti, Elohimtől ihletve beszél. Úgyhogy ez gyakorlatilag 0-tól 24 óráig érvényes a nőkre. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, nyíretkezzék meg, ugye Kairó vágja le a haját. Ha pedig égtelen dolog az asszonynak megnyilatkozni, Kairo, levágni a haját, vagy megberetválni, Xurao, amiről az elő volt, hogy teljesen leborotválja, fedezze be az ő fejét, fedje be a fejét, amennyiben imádkozik. Mi ebbe olyan nagyon értetetlen, nem tudom. Ha imádkozik, profétál, fedje be a fejét, mert a férfiúnak nem kell befedni a fejét, ugye erről beszéltünk már, ez a befedni, ez katakhalüptó, ezt kitárgyaltuk, ez az, amikor elfátyolozza a fejét, mikor teljesen befedi a fejét. Ez nem arról beszél, hogy kalap van a fején, mikor fátyol van rajta, teljesen elfedi a fejét. Mivel ő Elohimnek képe és dicsősége, de az asszony a férfi dicsősége, az asszony a nő a férfihez tartozik. Pont. A férfi a nő feje, a nőnek úgy kell engedelmeskedni, ahogy a másiáknak, és úgy kell tisztelnie, ahogyan Jahuát. Szóval igazából nagyon nehéz lenne ezt másképp értelmezni, ezt a rengeteg verset most már ezek után. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Meg is magyarázza. Nem arról beszél most már, hogy jaj, ez akkor így volt, meg ők akkor annyit beszélt a nő, meg mit, meg nem tanulhatott, meg ilyen. Nem erről van szó. A férfiból van az asszony. Bereshit, második fejezet. És nem a nőből van a férfi. Sőt, nem is arról van szó, hogy a férfiból van az asszony, hanem arról, hogy nem is a férfiú teremtette az asszony, hanem az asszony a férfiért, az asszony a férfiért teremtette Jahua. Szóval miért kell befedni a fejét? Ezért kell az asszonynak hatalmi jelet viselni a fején az angyalok miatt. Hogy elmúlt ez? Miért múlna el? Exusia, ez a hatalmi jel, és ez nem más, mint szabadság, képesség, lehetőség. Felhatalmazás, hatalom tekintély, jog, jogosultság. Hivatalhatóság, hatalmi jel. Ez egy hatalmi jel, hogy a nő feje be van fedve, ami azt jelenti, a férfihoz tartozik. Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül Jahuában. Mert amiképpen az asszony a férfiúban van, azonképpen a férfiú is az asszony által, az egész pedig Elohimtől. Oké? A csapat együtt működik. Csak mindenkinek megvan a maga feladata. Az asszony itt egyébként güné, nő vagy asszony. És csak utána feleség. Magatokban ítéljétek meg, illendő dolog-e asszonynak fedetlen fővel imádni Elohimet. Már itt nem arról van szó, hogy feleség, hiszen a következő versben már arról beszél, hogy férfi. Aner, férfi. Már férfi nőről van szó. Nem arról van szó, hogy ó, ha én nem vagyok házas, akkor nekem nem kell befedni a fejem. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy ítéljétek meg magatokban. Döntsd el te magadnak, illendő-e egy nőnek fedetlen fővel imádkozni. Nyilván azért kérdezi, mert nem. Ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy a férfinek a hosszú haja van, az ugyanolyan csúfság, mint hogy a nőnek fedetlen fővel imádkozni.
Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az neki, mert a haj fátyol gyanánt adott neki. Semmi köze ennek ahhoz, hogy most már neki nem kell befedni a haját. Minek beszél egész fejezetben arról, hogy be kell fedni a fejét, mikor azt mondja, hogy utána a végén meg azt mondja, hogy a nagy haj az ékesség neki azért, mert hogy az fátyol gyanánt adott neki. Arról beszél, hogy ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen sem az Elohim gyülekezeteinek. Ha versengni úgy érti, hogy ugye arról beszél, hogy Philoneikos, elsőségre vágyni, törekedni, viszályt kedvelni, vagy versengeni, ez az, amiről itt beszél. És szerintem utal arra a nagy hajra, hogy mint amit ma csinálnak a nők, hogy a fodrász megcsinálja, és akkor így, meg úgy, meg amúgy, meg minden nap olyan, mint hogyha bál lenne. Ez az, amire utal. De nézzük meg gyorsan a dicsőség szolgálat, mert a haj fátyol gyanánt adatott neki, a haját fátyol gyanánt kapta, a haj néki fejfedezésére adatott a nagy haj. Következő, és ezek már rövidebb versek lesznek, és lassan be is fejeztük. Kolosséjakhoz 3-as fejezet, ez elkerülhetetlen. Kolosséjakhoz 3.18-astól elkezdjük a 18-as, így van. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik Jahuában. Azaz így illik, ez az illendőség, ez a szabály, ezt akarja ő, Jahua. Az, hogy a nő engedelmeskedjen. Megbeszéltük, hypotasszó, számtalanszor, alárendel, alázatos legyen, alattvalóvá legyen, engedelmeskedik, meghódol, vagy alárendeli magát. Így működik a feleség a férj, így viszonyul a feleség a férjhez, így illik Jahuában. Illik pedig a neko, felér valahova, elér vonatkozik, illik, illő, megfelelő. Így felel meg. Természetesen elmondja, hogy ti férfiak szeressétek a feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek. Oké, szóval a férnek ugyanúgy kell viszonyulni a nőhöz. Ettől függetlenül 23-ashoz fogunk leugrani, és valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint Jahuának, és nem embereknek. Ezt azért mondtam az engedelmességgel kapcsolatban, hogy mindez, amiről Saul beszél, ha elfogadjuk azt, hogy az ő levelei ihletettek, akkor látjuk, hogy ő ezt lélekből cselekszi, ez a lélek pedig nem más, mint a psziché, azaz lélek, értelem, érzelem, akarat összessége. Lélekből cselekedjék, az egész akarata legyen benne az embernek, érzelme, értelme, mindene, amit csinál, úgy csinálja. Mint Jahuának, és nem embereknek. Azaz arra figyeljünk, hogy mi az, amit az atya akar. Mit akar? Amiképpen Jahuának illik, úgy engedelmeskedjetek a férjeteknek. Mint Jahuának, lélekből cselekedjétek, mint Jahuának, tudván, hogy ti Jahuától veszitek az örökségnek jutalmát, mert Adonai másiáknak szolgált. Szóval az engedelmesség újra előkerült, a következő pedig 1. Péter 3, 1. Péter 3. Ugyanerről beszél, hasonlóképpen asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek. Engedelmeskedni, hypotasszó, ugyanaz, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, a férjek közül, az ige, ez logosz, ez Jahua szava, a feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Azaz, ha a férfi nem olvassa az igét, úgy érti, hogy az igen nélkül, hogy nem hajlandó olvasni, mint ahogy mondta a hit hallásból, a hallás pedig Elohim igéje által. Ez az, amiről beszél itt. Hogy ha nem hajlandók olvasni, de látják, ahogyan viselkedik a feleség, akkor ők megnyeretek úgy, annak ellenére, hogy nem olvassák. Hiszen a feleség magaviselete az megmutatja. De hogyha a feleség az nem úgy viselkedik, ahogyan az atya előírta, akkor miből tanulná meg az az ember? Hogyha úgy viselkedünk, mint a világ, ha hőbörög, meg hogyha próbál úgy visszavágni, akkor végülis nincs miről beszélni, hiszen akkor nem tudja eltanulni a jót, hiszen nincs mit eltanulni. A lényeg az, hogy a nőnek engedelmeskednie kell a férjnek szemlélvén, a ti félelemben való fedhetetlen életeteket, félelem, phobos, erről volt szó az előbb, ugye ez a rémület, riadalom, ijegység. A fedhetetlen azonban a lényeg, hagnos, ez tiszta erkölcsileg, ez olyan, mint a hagios, a hagios, hagion, az a legszentebb szentség,
ha jól emlékszem, a Hagios pedig az, mint a Kodesh, vagy szent, megszentett, elválasztott, más, különválasztott, tökéletes, hibátlan, tiszta, Elohimhez méltó. Ez az, amit jelent az, hogy fedhetetlen életeteket, ez az, amiről beszél. Hagios, tökéletes, hibátlan. Az ember nem lehet hibátlan, mint nő, hogyha nem engedelmes. Akinek ékessége ne legyen a külső, és gondolom, hogy aki ezt hallgatja, annak az nem is fenyegeti ez a veszély, de azért mindenképpen kiemelem. Akinek ékessége ne legyen a külső hajuknak fonogatásába, aranynak felrakásába, öltözék felvevéséből, smink, köröm, stb. Blablabla, bla, bla, ami ma megy, a szépségverseny állandóan. Az illat, felhők, meg ezek a dolgok, ami ma jellemző, akár merre megy az ember, lemegy a boltba, mindenhol szépségverseny van, különösen nyáron. Ez az, amire felhívja a figyelmet. Ez másodlagos. Nem arról van szó, hogy úgy kell kinézni, mint egy koldus, arról van szó, hogy nem erre kell figyelni. Majd, hogyha nem erre figyel az ember, megérti, hogy hogy lehet az ember szép úgy, hogy mégsem úgy néz ki, mint egy prostituált. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd, csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt. Ez az, ahogyan az ember szép. Ahogyan a nő szép igazából, ugyanis erről beszél most. A szívnek elrejtett embere. A szív, az ugye kardia, a szív, a szellemi lelki élet központja, léb, vagy lév, amit láttunk a Tanákban, léb, az ember központja, a szív, gyakorlatilag a szövetség ládája, amiben van a parancsolat, a manna és Áronnak a potja, a vezetés, a testi és a szellemi kenyér, így, és az van az ember szívében. Erről beszél ő. Szelíd legyen, csendes, és a lélek romolhatatlanságával, lélek pedig nem más, mint pneuma, vagy ruach, szél, fuvallat, lélegzett szellem, ami becses Elohim előtt. Polutelész, rendkívül drága, nagyon értékes. Így néz Jahua arra, aki úgy viselkedik, ahogy ő azt előírja. Mert így ékesítették magukat hajdan a ma Szent Hagios, vagy Kodesh, asszonyok is, akik Elohimben reménykedtek, engedelmes kedvén, hypotasso, az ő férjüknek. Kik ezek? Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és Adonájnak nevezte őt. Kyrios. Ugyanaz a Kyrios, amit használ ő ugye itt Úr Isten Jézusra. Ők mindenkit Kyriosnak vesznek. Mindenki ugyanaz. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Úgy engedelmeskedett Sára Ábrahámnak, és Kyriosnak vagy Úrnak nevezte. Ugyanannak az Úrnak, mint aminek hívja Elohimet, Jahusha Másiákot és Jahuát. Ugyanúgy engedelmeskedett Ábrahámnak, akiknek gyermekei lettek, ha jót cselekeztek, lettetek, bocsánat, ha jót cselekeztek, és semmiféle félelemtől nem rettegtek. Aki azt mondja, hogy Ábrahám gyermeke, és el akar jutni a királyságba, annak úgy kell élnie, ahogy ezek az emberek bemutatták a példát korábban számunkra. Még nézzük meg a 7. verset, ahol is így ír Kefa, vagyis Péter. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon, ugye a feleségről van szó, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Azaz, nagyon fontos, hogy a férfi és a nő arra törekedjen, hogy értelmes módon együtt tudjanak lakni, és a férfi különösen tisztességet tévén a nőnek, figyelembe véve azt, hogy a kettő együtt társ az élet kegyelmében, és amennyiben nem ezt teszik, akkor az imádságaik meghiúsulnak, azaz nem jutnak el oda, ahova ők azt szánják, és nem fejtik ki a hatásukat, hiszen nem úgy funkcionálnak, mint egy egység. Nézzük meg villámgyorsan, hogy mit jelent itt az eredetiben, vagyis hát a görögben, ami nekünk megvan, a gyöngébb, az maga asztenész, ugye maga kifejezés asztenész, és annyit tesz, mint erőtlen, vagy gyenge, beteges, tehetetlen. Erőtlen, gyenge, erkölcsileg, szellemileg, erőtlen, tehetetlen dolog. Természetesen nem azt mondja, hogy a nő az egy beteges, tehetetlen, szellemileg, erkölcsileg gyenge valami.
Pontosan arról beszél, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a kettő. A férfi az, aki erősebb ebben a kapcsolatban, és a nő támogatja őt. A kettő így együtt kiegészíti egymást. Az edény az természetesen arra utal, a skeos, edény, felszerelés, berendezés, kellék, eszköz, szerszám, vagyontárgy, arra utal, hogy az atya használ minket, mint edényeket, arra, hogy a ruach hakodesh, ami tőle érkezik, bennünk lakjon. Erre használja fel az emberiséget, ezért kerül elő az edény hasonlat. A tisztesség pedig timé, becsület, megbecsülés, méltóság, azaz megbecsüléssel és méltósággal kezelje a férfi a feleséget. Érték, ár, azaz tiszteletben tartva az értékét, értékelve a feleséget és azt, amiért ő a kapcsolatban és az egységben benne van, és amit hozzátesz az egészhez. Társaik, a társ, az szükleronomos, együtt öröklő, vagy társ örökös. Azaz, mindjárt megnézzük, hogy honnan jöhet ez. Az élet maga, a zoé, élet vagy létezés, és a kegyelem pedig charis, öröm, élvezet, gyönyör, kedvezés, szívesség, jó indulat, kegyelem vagy kivételezés, hála, elismerés, viszonzás, és a kairóból ered, úgy mint örül vagy örvendezik, vidám, jókedvű. A kegyelem természetesen az, ami az atyától érkezik Jehusa Hamásiákon keresztül, az élet maga egy kegyelem. Az, hogy együtt kapják a kegyelmet, az Barasít 1 Mózes 1-es fejezetben hangzik el, teremti tehát Elohim az embert az ő képére, Elohim képére teremti őt, ez a kép, ez ugyanaz, mint a Másiák, a kép volt, képmás, hasonmás, megtestesítés, szobor, bávány, ugyanúgy, mint a látszat vagy vetített kép, mint ahogy a Másiák, az atya képe, ugye az ikon, mint egy kivetített mása vagy festménye, aki képviseli, illetve úgy néz ki olyan, mint így érti az, hogy Elohim képére. Ezután elmondja, hogy férfiúvá és asszonyjá teremti őket, azaz mind a kettőről beszél ekkor, nem csak a férfiról, mikor azt mondja, hogy megáldá Elohim őket, és mondta nekik Elohim, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Ez az élet kegyelme, és ez az az ajándék, ami érkezett Elohimtől. Tehát így örökös társaik, örökös, úgy mint ők öröklik az életet, természetesen beszél már most a királyságról, illetve az életről az atyával, de egyébként erről az életről is beszél, ami itt történik. Ezért mondja, hogy örökös, nyilván öröklik az örök életet, de egyébként itt is együtt élnek. Így társak ebben az örökségben. És amennyiben nem működik, akkor az imádságaik, az imádság egyébként proszeüké, imádság, imádkozás, vagy ima, és a proszeukomai, imádkozás, imádkozik, könyörög szóból ered. És az, hogy meg ne hiúsulja, hogy meghiúsul az ekopto, úgy, mint kivág, meghiúsít, vagy akadályoz. Láthatjuk, hogy a férfinak és a nőnek megvan a saját szerepe ebben az egységben, és amennyiben együttműködnek, tudják a szerepeiket, akkor örökös társak, és úgy a könyörgésük eljut az atyához, hiszen látja, hogy úgy funkcionálnak, ahogy ő azt elképzelte. Nő, férfi, teljesen mindegy. Remélem érthető, hogy mi az, amit Kefa szeretne tolmácsolni számunkra a következő, és még van 1 Timóteus 2. Ugye itt a diakónusokról beszél, a diakónus az egyébként szolga, vagy szolgáló, az az ember, aki azt mondja, hogy ő már pedig szeretné Jahua útját járni úgy, hogy ő szolgálni akar, amit idézőjelben ugye diakónusnak, vagy papnak, lelkésznek, pásztornak, stb. Hívnak ma. Aki szeretné terjeszteni ezt az egészet, tanulmányozni, embereket tanítani. Ezeknek a feleségei ilyenek legyenek. Hasonlóképpen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. Miért lenne egy nő másféle amúgy, mint ilyen? Tisztességes, szemnos, tiszteletre méltó, szent vagy kodás, nemes, előkelő, ünnepélyes, méltóság teljes, szebo máj, ez az alapszó, tisztel, becsül, csodál, vagy vallásos értelemben, tiszteletben részesít, vagy igaz, Elohim félő.
ez a kifejezés tisztességes. A patvarkodó az diabolos, ugyanaz a diabolos, aminek satánt hívja. Vádló, rágalmazó, úszító, hibáztató, félrevezető, ellenség, ellenálló. Aki patvarkodik, aki állandóan mondja magáét, akinek be nem áll a szája, akinek mindig az utolsó szó az övé, aki állandóan zsémbes, mint az eső, amikor csöpög, magyaráz folyamatosan, mindig mindent tud, neki el kell mondania, neki semmi nem jó, ez olyan, mint az ellenség. Sőt, nem az, hogy olyan, úgy hívja. Diabolos. Ha megnézzük a szót a szótárban, hát ha. Satán. Diabolos. H7854, ugyanaz a szó, satán. Láthatja mindenki. Úgyhogy azt nem fogja az atya szeretni, aki patvarkodik. Józan az nefales, nefalios, az józan, aki nem iszik bort. Ugye nem arról beszél, hogy soha nem iszik bort, hanem arról beszél, hogy józan mértékletes borivástól tartózkodik. És hűséges. Pisztos. Nem arról beszél, hogy hívek, arról beszél, hogy higgyen az a nő, hogy legyen úgy hívő, hogy bizakodjon Jahuában, és igaz legyen. Őszinte szava hihet, becsületes, de ez a pisztos, ez a kifejezés az, amit a hitre használ. Az, ami emuná a tanákban, úgy mint hit, az itt pisztos. Szóval ilyennek kellene lenni egy feleségnek. A feleség pedig köné, ugye nő, asszony, feleség. Visszamegyünk a 1 Timóteus másodikhoz, és utána már csak Titus van és vége. Oké, 9. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, ugye a tisztességes kosmios. Rendes, rendezett, becsületes kötelességét pontosan teljesítő, illedelmes, tisztességes, szerény, azaz nem szépségverseny. Erre gondol. Nem is pornószkár, hanem egy rendes ruha, amiből nem látszik ki az embernek semmilyen, de mégse azért egy ilyen koldus form. Szemérmetességgel, szemérmetes idols, szemérmetes. Óvatos, elővigyázatos. Magyarul nem olyan, mint amilyenek a nők ma. Mértékletességgel ékesítsék. Mértékletes, az pedig szopros szüné. Józan, önmérsékelt, vagy józanság, önmérséklet, körültekintő, körültekintés, egészséges gondolkodásmód. Értelmes magyar. Ez az ékessége, kosmeo. Ez az, amire értette. Így lesz az asszony egy koronája a férjének, amiről korábban beszélt. Ha szemérmetes, mértékletes és tisztességesen öltözködik. Nem hajfonatokkal, arannyal, gyöngyökkel, drága öltözékekkel, festékszóróval, meg illatfelhővel, meg, hanem amint illik, az Elohim félelmet valló asszonyokhoz jó cselekedetekkel. Ugye Máté 12-es fejezetben, mikor írja, hogy mi jó cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, kövess a parancsolatokat, erre gondol. Jó cselekedet, ergon, tevékenység, munkafoglalkozás, feladat, cselekedet. Ez az, amiről beszél. Jó cselekedet egyenlő a Tora követésével. Ez jelenti azt, hogy valaki Elohimet féli. Theos Bea, Elohim félelme, vagyis ugye itt Elohim félelem így érti. De a következőt ajánlanám mindenkinek a figyelmébe, hogy mindenki vésse bele a tudatába. Az asszony, küné, nő, asszony, feleség, teljesen mindegy, mindenki, akinek kettes a személy száma, az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. Csendesség pedig nem más, mint hezükia, nyugalom, békesség, tétlenség, pihenés, csendesség, magány, egyedül. Szépen nyugodtan, csendesen tanulgasson teljes engedelmességgel. Hypothagé, alárendelés, engedelme. Nem arról beszél, hogy akinek kedve van, vagy aki nem tud, vagy aki éppen úgy gondolja, vagy aki férjes, vagy férjezett, vagy ennyi éves, vagy annyi éves, vagy ilyen okos vagyok. Arról beszél, hogy a nő szépen nyugodtan, csendesen tanuljon, engedelmesen. Ez lesz a legeslegjobb mindenkinek. És szerintem a világ nagyszerűen alátámasztja ezt, hogyha körülni. Következő tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak. Sem, hogy férfin uralkodjék, hanem, hogy legyen csendességben. Még egyszer elmondja neki. Hesszük ki a nyugalom, békesség, tétlenség,
Pihenés. Magány, egyedül. Ne tanítson, ne legyen pásztor, vagy pap, diakónus, vagy akármi, mert ez nem az ő feladata. Az asszony egyébként ugyanúgy güné, nő, asszony, mindenki, aki nő. Sem, hogy férfin uralkodjék. Uralkodjék autenteó. Úgy, mint az autentikus eredeti. Uralkodik, hatalma van valakin. Nem engedem meg, hogy az asszony tanítson, vagy uralkodjon a férfi. Mindenképpen azt javaslom, hogy erre emlékezzen mindenki. Miért? Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Havá. Nem arról beszél, hogy hogy a házas nő, vagy a ennyi éves, vagy az ilyen, vagy aki nem érti, vagy aki érti. Arról beszél, hogy Ádám volt az első, Éva volt a második. Ezért van így. És azért, mert nem Ádám csalattatott meg, hanem az asszony, nem csak úgy megcsalattatott, hanem bűnbe esett. Bűn parabasis. Letérés az útról. Áthágás, túllépés, a törvény megsértése. Parabaino, áthág, megszeg, eltér, eltávolod. Ez az, ami történt a nővel, mert megcsalatott. Apatau, megcsal, félrevezet, becsap. Így járt. Úgyhogy, és nem Ádám járt így, hanem a nő. Természetesen Ádámnak is megvolt a problémája, hiszen Ádám ugye ott ezt végignézte, ezt az egész dolgot. Még itt villámgyorsan tárgyaljuk meg 1 Korintusi 14-es fejezetet, onnan is csak néhány verset, ez ugye Saul írja a korintusi gyülekezetnek, és a 34-es fejezet versben így szól. A ti asszonyaitok, az asszony güné, asszony nő, hallgassanak a gyülekezetekben. A hallgatás a szigáó hallgat, csöndben van, hallgat valamiről, elhallgat valamit, vagy elhallgat. Egyébként a hallgatás vagy csend szóból ered. Szigé, azaz a nőnek csendben kellene lennie a gyülekezetekben. Ezt nyilván mindenki megérti, hogy miért, aki látott már nőket együtt lenni, és így csacsogni, meg mindenféléről beszélni, hogy miért mondja ezt Saul, hogy legyenek csendben a gyülekezetben, hogy ne váljon ez is olyanná, mint egy piactér, vagy mint általában, amikor beindul ez a beszélgetés mindenféle dolgokról. És értse meg mindenki, hogy nem arról van szó, hogy a nő rossz, vagy a nő alacsonyabb rendű életforma. Egész egyszerűen gyakorlati dolgokról van szó, amelyek általánosságában és átlagban véve igazak a férfira, és igazak a nőre. És a nőkre ez az, ami jellemző. Ezért írja Saul, hogy maradjanak csendben, mert tudja, hogy mi van. Ez a problémájuk a korintbeli gyülekezetnek. Ezért válaszol nekik Saul így, hogy maradjanak csendben, hogy azt a káoszt, ami gondolom ott is kialakult, mint ahogy mindenhol, ezt el tudják kerülni. A gyülekezet egyébként ekklészia nyilván a kihívottak. Mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak. Azaz nincsen megengedve. Egyértelművé teszi, la leo, ez a szóljanak. Hangot ad ki. Locsog, fecseg. Ez az, amiről beszélek. Beszél vagy szól. Hogy ne legyen az, mint ami van általában, mint a szülői értekezet, vagy egy osztálykirándulás, hogy mindenki együtt beszél, mindenki mondja a saját dolgát, hozzászól, mindenkinek van egy véleménye. A megenged pedig epitrepo, átad rá, hogy átenged, vagy megenged. Nincsen nekik megengedve, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, hypotasso, számtalanszor előkerült már a szó, alárendel magát, vagy megalázkodik, pozitív értelemben aláveti magát, alattvalóvá válik, leigáz, engedelmeskedik, aláveti magát, vagy meghódol. Így kellene viselkedni a nőnek. Miért? Amint a törvény is mondja. A törvény pedig nem más, mint nomos. A mózesi törvény is ezt mondja. Ezért ajánlja ezt Saul. Sőt, nem is ajánlja ezt, hanem azt mondja, hogy ezt mondja a törvény. Ez egyébként, ha megnézzük a héber szót, davar, vagy dabar, amiről már beszéltünk korábban, a szó, a 10 dabarim, a 10 parancsolat, az a 10 szó. A kukha, az szintén, a micvá, az parancsolat, a torá, az tanítás, ez mind-mind, a mispát, szintén rendelkezés, ez mind-mind ez a szó. Ezért mondja, hogy nincsen nekik megengedve a törvény szerint. Hol van ez írva a törvényben? Bereshit 3-as fejezet,
Az asszonynak mond a felette, igen, megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szűz magzatokat, epekedel a férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez az, amikor azt mondja, hogy aláveti, vagy engedelmeskedik, ez a szó, uralkodik itt, ez pedig masál, és uralkodik, hatalmat gyakorol valaki felett. Illetve uralkodik, vagy uralmat gyakorol. Ez az, amire gondol Saul. Ezt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy akkor így volt, vagy akkor még egy más rendszer volt, vagy nem, a nők nem voltak annyira felszabadulva, vagy nem tanulhattak, vagy nem voltak annyira intelligensek. Nem erről beszél Saul. Azt mondja, hogy ne hallgassanak, mert nincs megengedve nekik, hogy szóljanak. Engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Pont. Amennyiben tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket. Majd az megtanítja őket. Ahogy megnéztük már korábban, megvan a hierarchia, és a nő mindig valakinek a hatalma alá tartozott. Az, hogyha valakinek nincs férje, nem azt jelenti, hogy ő szabadon károkhat a gyülekezetben reggeltől estig szünet nélkül. Az azt jelenti, hogy ő nem a férjének az irányítása alatt áll, vagy az a férje fedi be a nő fejét, hanem az atya az, aki irányítja. Úgyhogy vagy az apja, vagy pedig a férje. Teljesen mindegy, a nő így is úgy is valakinek a felhatósága alá tartozik. Ha nem, akkor az az ő baja. Attól még nem lehet ott neki szabadon garázdálkodni a gyülekezetben, és folytatni azt, amit mondjuk egy piacon csinálna. A tanulás Mantano tanul, felfog, megtud, vagy megért. Megtanul, vagy hozzászokik valamihez. Ez a kifejezés, hogyha tanulni akar. Égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben. Maga a jelenség egy égtelen dolog. Ice cross, root, szégyenletes dolog. Alkalmatlan, illetlen, egy aljas dolog. Erről beszél Saul. Az aljas nyilván egy kicsit erős, de szégyenletes, alkalmatlan dolog. Root egy dolognak. Nem arról van szó, hogy nem szólalhat meg. Arról van szó, ha van kérdése, otthon megkérdezi a férjét, egyébként nyilván, mikor van olyan arra lehetőség, hogy mindenki feltegye a kérdését, felteszi, de az, mint ami lenne amúgy, hogy mindenki mondja a magáét, és úton útfélen közbeszól, hogy ő szerinte már pedig ez így van, meg úgy van, meg amúgy van, az annak nincs helye egy gyülekezetben. A gyülekezet pedig az eklészia újra. Úgyhogy ezt mindenképpen hozzá szerettem volna tenni. Ez pedig Titushoz második fejezet 3-tól 8-ig. Nézzük meg az elsőt. Ugye ez Titusnak írja, hogy te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek. Az egészséges tudományról már rengeteg szó esett, az egészséges tudomány nem más, mint a Jahua szava. Ez az egészséges tudomány, minden más bolondság. Prédikátor könyve 12. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hit egyébként a szó pisztész, ugyanaz a hit, amiről korábban szó volt, pisztész. Hasonlóképpen a vén vagy idősebb asszonyok a kadosém vagy szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók. Diabolos! Valahogy megint előjött a diabolos. Én rengeteg diaboloszt ismertem életem során, így most már pontosan értem, hogy miről volt szó. Úgyhogy ez jelenti patvarkodó. Ha a nő állandóan mondja, be nem áll a szája, mindig az övé az utolsó szó, mindig tudja, mindig el kell mondania, állandóan magyaráz, mint az eső, ahogy csepeg, olyan, mint az ellenség. Diabolosz. Legalábbis Saul ezt mondja. De megmutatom még egyszer, ahogy az legyen, hogy én mondom. A borivás az oinosz, de a patvarkodó az diabolosz, oké? Ha megnézzük a diaboloszt a szótárban, a görög héber szótárban, satán, vagy cár, mint egy cár, mint az orosz cár, az egyébként diabolosz. Szóval az a nő, aki állandóan mondja, az gyakorlatilag diabolosz, mint sátán másik neve. Jó, ugyanazt mondja egyébként itt, mint amit mond a diakónus feleségénél, amit megnéztünk, azt hiszem, Timóteusnak írta talán a 3. fejezetben, ugyanazt ismétli meg itt, de már most az asszonyról általánosságában. Már nem arról beszél, hogy mi értelme lenne, hogy a diakónus felesége nem olyan, mint Satán, a többi meg mind olyan, hogy belemáll a szája állandóan. Mint most. Ugyanez vonatkozik ezekre is. Nem patvarkodik, úgy él a Tora szerint, és jóra tanítja a többieket. Azokat, akik körülötte vannak.
hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Mire tanítja? A többi fiatal asszony tanítja, szóval az idősebb nő tanítja a fiatalt. Mire? Arra, hogy férjüket és magzataikat szeressék. Férj, filandros, férjét szerető. Sőt, bocsánat, akkor igazából azt mondja, hogy filandros, és hogy a férjét szerető, és filoteknos, az pedig a saját gyermekeit szerető. Szóval úgy érti, az azzal a kifejezéssel határozza meg. Nem is az igét használja, hanem filandrosnak hívja. De mindegy is. Úgyhogy erre tanítja az idősebb nő a fiatalabb nőt. Nem a férfit, a fiatalabb nőt tanítja. Milyen legyen? Hogy szeresse a férjét és a magzatát. Ez az első, amit mond. Hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat. Mi az első? Férjüket szeressék, magzataikat szeressék, a házat építsék. Legyenek mértékletesek. Nézzük meg, hogy mik ezek. Szofrón, józan, mértékletes, éppeszű, fegyelmezett, visszafogott. Azaz nem állandóan mondja be, nem áll a szája, hanem józan, mértékletes, visszafogott, fegyelmezett. Tiszta. Hagnos, szent, ugye hagios, hagion, kodes, ugyanaz a kifejezés. Hagios, szent. Következő, házias. Eltüntetem, hogy mindenki jól láthatsa, hogy miről is van szó. Házias, oikurosz, házat őrző, otthon ülő, a házúrnője. Miről beszél? Példabeszédek végig, építi a házát, megcsinál házi munkát, mindent, amit kell, elvégez. Ő az, aki összetartja a házat. Házzal törődő, házias. Következő, jó. Agathos. Szóval jó legyen. Ez a jó, ez Agathos. Jó, nemes, bátor, vitéz, derék, kiváló, becsületes, jóindulatú, hasznos, kedvező, szerencsés, boldog. Ilyen legyen. Kiváló, becsületes, jó, nemes. Valahogy megint csak előkerül ez a férnek engedelmeskedő, ez nem tűnik el sehova. Hypotasso. Alárendel. Alattvalóvá lesz. Alá tesz. Leigáz. Engedelmeskedik. Aláveti magát. Alázatos. Erről beszél itt Saul újra. Következő. Hogy Elohim beszéde meg ne káromoltassék. Akkor ezek szerint a nőnek ilyennek kell lennie annak érdekében, hogy Yahuwah szava, ugyanis az ő beszéde, ha megnézzük, az nem más, mint logos, azaz szó vagy beszéd, minden fajtája a beszédnek, ami kijön az ember szájából, írás vagy írásmű, nagybetűvel írás vagy azaz Yahuának a szava. Ha megnézzük a két szótárban, akkor a logos, azt láthatjuk, hogy davar, azaz dabar, vagy a 10 dabarim, vagy a 10 parancsolat, a 10 szó. Ugyanaz a logos itt, mint ami a 10 parancsolatnak a szavai. Vagy pedig a micvá, ez a H47-87, micvá, mint parancsolat. Sefer, az a sefer, ami a könyv, amiről szó volt már korábban, mint írás. Vagy pedig tora, úgy mint logos. Ezeket mindet jelenti, vagy safát. Szóval ez az, amiről beszél. Hogy amennyiben így viselkedik a nő, akkor nem káromoltatik meg a tora, a parancsolat, az ő szava, az ő igéje, az ő beszéde, amit ő mondott. Mert így kell, hogy viselkedjen. Megnéztük azt a három rész során, igazából nem kellene, hogy bárkinek is ez problémát okoz. Ez volt az utolsó, amit ezzel kapcsolatban meg akartam mutatni. Remélem, hogy sikerült, és érthető az, hogy mi az, amit szerettem volna átadni a nővel kapcsolatban. Ez az, amit az írás mond, ez Yahuwah a szava. Aki ezzel nem ért egyet, annak rengeteget kell imádkoznia annak érdekében, hogy Yahuwah segítse el, hogy engedelmes tudjon lenni, és utána érdemes elkezdeni keresni, ha valaki szerencsés annyira, hogy egyedülálló, egy olyan partnert, aki be tudja tölteni a férj szerepét majd a későbbiekben. Mindenkinek a legjobbakat, shalom és halleluja! Akivel és ahol csak tudod, oszd meg a videóinkat, lájkold őket, írd meg javaslataidat, ötleteidet, kérdéseidet a hozzászólás rovatban, illetve ne felejtsd el elolvasni a videóról szóló leírást.